Nos hát, sziaszt! Roli vagyok, és egy újabb kicsomagolós videóval készültem mára. Egy Sony terméket fogok ismét kibontani, mégpedig egy telefont, egy Xperia E1-et, csak itt pont lemaradt. Szóval egy ilyen Xperia E1-et fogunk kibontani. Még nem volt kibontva nekem, vagyis hát ott, ahol vettem, mert hát ugye ez miért ne úgy lenne. Így bementem, mondom, ezt kérném, mert ilyet rendeltem, és akkor így a bátyja leveszi a polcról. Egyből reflexből ezt így levágja, a telefont kicsomagol, mindent ott kitesz, van menet, tőtő, ilyenek, mondom, hát jó, de hát azért rendeltem, hogy ne előttem csomagolják ki, érted? Tehát, hogy így jó, utána visszacsomagolta szépen, úgyhogy ez már egyszer ki volt bontva, de én még nem láttam úgy igazán, úgyhogy nézzük is meg, ugye, kis Sony felirat itt valami, nem tudom, milyen Bravofon Kft. FIFA World Cup Brazil, ez volt valami támogató, és ilyen. Igazából elég jó kis letisztult doboz. Itt van a Sony, van ugye három ilyen színbe kapható, van egy fehér, egy fekete, illetve lila. Elég jó. Nekem a fekete, feketét rendeltem. Van benne ilyen X-Loud technika, Clear Audio Plus, illetve Walkman, az nagyon jó. Android. Erre azt hiszem már a KitKat Android is kijött. Lehet frissíteni, alapból 4.3-as Android van rajta. Na, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van benne. Ez egy ilyen kis kompakt doboz. Na, itt vannak a egyéb alkatrészek. Közben itt totyi uraság rág, úgyhogy elnézést, hogy nagyon belehallatszik. Na, itt van ugye egy USB-s töltő, illetve csatlakozó. Nagyon jó Sony-s. Van benne egy ilyen kis füles. Egész jó, adnak hozzá ilyet is. Ezen van a hangerőszabályzó, illetve ilyen gomb, hogy ezzel lehet telefonálni is, mármint hogy fogadni hívásokat, ez is ilyen Sony is. Nagyon jó. Mi van még benne? Van benne egy töltőnk, ezt mindjárt meg is nézzük. Ez ilyen adapteres, vagy milyen. Green Heart. Nagyon szuper Sony. Látszik ebből valami? Ja, így. Szóval ilyen. Ugye ebbe kell betölteni az USB-s kábelt, ami egyben adatkábelnek is használható, és akkor ezt simán lehet csatlakoztatni. Itt van egy Sony felirat is. Jaj, elnézést. És van benne egy akkumulátor is, elég súlyos. Ez egy, nem is tudom, 1700 milliamperes akkumulátor. Elvileg ez sokáig bírja. Na, majd leteszteljük. Mondjuk én nem vagyok ilyen nagy vadtelefon használó, szóval nálam az ilyenek általában 2-3 napig kibírják. Ez is nagyon szuper, ilyen jó matt felületű. Na, ezt gyorsan visszateszem. Na, ne rágjál már, totyi úr, mert itten bajok lesznek. Ezeket is szépen érteszem. Van hozzá ilyen egyéb... Mi ez? Hibalap. Ide írjuk, hogy... Nem tudom, nincs hiba. Az a hiba, ilyen sok mindent adnak ehhez. Vodigza Zalatek Uprobe. Csomó ilyen olvasnivaló ismét. Nagyon fantasztikus. Ez micsoda? Garancia. Jegy. És még több Sony felirat. Úgyhogy csodálatos. Na és akkor itt lenne maga a készülék. A doboz az üres. Na, tök jó. Egész is pofás. És akkor ilyen lenne maga a készülék. Elég jó letisztult, tehát nincsenek rajta nagyon gombok. Itt maga fizikailag, illetve szoftveres gombok találhatók csak itt rajta. Mármint, hogy itt nincs külön érintő felületes gomb, hanem magában a telefon menüjébe találhatóak meg ezek. Ugye itt van egy Sony felirat. A tetején van egy Walkman gomb, itt látható, így mutatom. Ezzel ugye zenéket lehet előhozni, illetve be lehet állítani. Egy füles csatlakozó, hangerő szabályzó gomb, illetve egy kibekapcsoló gomb. Ezen pedig a töltő. A hátulján van ugye egy 3 megapixeles kamera, ez elég szegényke és LED villanó sincs hozzá, de hát ez ilyen 480p-s videók rögzítésére alkalmas, meg 360 is, egy kis mikrofon, Sony felirat,
illetve egy igen nagy hangszóró, 100 decibeles hangtechnikával rendelkezik elvileg, ez úgyhogy elég jól fog szólni. Na, úgyhogy ilyen kis készülék, elég jó kézbeillő, 4 incses kijelző, 480x800 pixel felbontású, szóval ezzel se lesz bajunk. Két magos 1,2 GHz-es processzor van benne, 512 RAM, megabyte, és azt hiszem 4 giga memória van benne alapból, de lehet még mellé venni például ilyen 8 gigás kártyát, amit én vettem, ez Class 10-es, de hát ez már mindenki saját igényére szabhatja, illetve még egy ilyen kis védőfóliát vettem rá, hogy azért legyen. Na, úgyhogy ennyi lett volna ez a kis... ez milyen jó már. Én szeretem az ilyeneket gyűjteni amúgy. Na mindegy. Szóval ennyi lett volna ez a kis Sony Xperia E1 bemutató. Remélem tetszett, ha gondoljátok, nyugodtan vehettek ilyet. Azt hiszem most ez a legolcsóbb ilyen, hát úgymond alacsony, de inkább középkategóriás telefon. 30 ezer forint pontosan az ára. Ja, és független, tehát függetlenül annyi ebben van egy kártyás, illetve dual SIM kártyás verzió is. Úgyhogy ha tetszett nektek, akkor ti is rendelhetitek meg, azaz megrendelhetitek, így pontosan helyes. És itt mindenféle mentő, meg egyéb személygépjármű befolyásolja ezt a videót, de se baj. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!